Ez az új pécsi vásárcsarnok épülete csütörtökön napközben már az esti hivatalos átadóra készültek bent. Az épületnél az ÖPE képviselője idézte fel a beruházás kezdetét. 2012-ben készült egy előterjesztés, amit jó magam indítványoztam egy kollégával, és akkor fogadta el a pécsi közgyűlés azt a szándékot, hogy egy új vásárcsarnokot építsünk. Akkor még az is benne volt, hogy mellé építsünk egy kis feldolgozó üzemet, a régi vásárcsarnok megmaradt volna, és abban lett volna egy feldolgozó üzem, hogy az összes helyi termék, ami bejön a piacra, ez mind felhasználásra kerüljön, ne csak az, amit el tudnak adni. Sajnos ez a csarnok az nem tud megvalósulni, ez a feldolgozó csarnok, de legalább a vásárcsarnok új lesz. 10 évig kellett várni a végső megvalósításra. Köveri János azt mondja, nagyban köszönhető az előző városvezetésnek, hogy új vásárcsarnok épülhetett a Baranyai megyeszékhelyen. Erről nem szabad megfeledkezni. Úgy gondoltuk, hogy talán az azért jó, hogyha elhangzik, hogy nem akkor készül el valamikor már látjuk, hanem előtte sok minden történik. Sajnos a jelenlegi városvezetés már nem először azt a gyakorlatot folytatja, hogy amiket elkezdtünk, és ő ad át, azokat a sajátjaként számolja el, de lelke rajta, mi örülünk annak, hogy fölépült. Változó műszaki tartalom, építőipari áremelés, plusz forrás megszerzése a kivitelezéshez, ezek befolyásolták a vásárcsarnok építését az elmúlt évtizedben. Most a kész épület péntektől megnyitja kapuit a vásárlók előtt is. A beruházást 3,2 milliárd forintból valósították meg.